akármennyit is piáztak szilveszterkor, nekem van egy olyan tuti kórhelyleves receptem, ami egészen biztosan helyre rász titeket. Lesz benne egy kis füstölt szalonna, egy kis házi kolbász, egy kis húsgombóc, meg persze rengeteg káposzta. Figyeljetek, mert nagyon egyszerű és nagyon ütős. Az egész recept egy jó kis füstölt szalonnával indul. A bőrét ezt eltávolítom, és magából a szalonnából pedig szeleteket, csíkokat, és a végén pedig kis kockákat vágok. Ez a szalonna most szépen repül bele egy előre felhevített lábosba, és hogyha azt látjuk, hogy már üveges a szalonna, akkor elkezdünk egy kicsit lájtosabb hozzávalókat is belepakolni a levesbe. Például egy kis lángolt kolbászt, jófajta lángolt kolbászt, amiből karikákat vágunk, és rázúzzuk a szalonnára. Jön az egész cuccra egy kis egész kömény, ilyen szórásnyi. Kicsit elsírtam magam, de csak azért, mert megpucoltam és felvágtam egy hagymát. Ez is jön, apróra vágva. Olyan megható ez a leves. Jön 3 gerezd szeletelt fokhagyma, 2-3 babérlevél. Én ilyenkor szoktam rányomatni egy kis morzsolt majorannát, nem túl sokat, mondjuk így. És versetek a mókusok elé, szárított zsája is megy nálam egy kicsi a kórhely levesbe, ha valakinek nem tetszik, ne rakjon bele, nem ingen, ne vegye magára, de én rakok. Nyomatunk az alaphoz egy evőkanál keményítőt, és egy csapott kanál jófajta piros paprikát is. A savanyú káposztát kicsit átmossuk, és miután megkóstoltuk, hogy jó-e, mehet is a lábosba. Sózzuk, borsozzuk, és felöntjük 1 liter vízzel. Na, ennek a levesnek most még kell kb. Fél órát fődögélni, de addig mi csinálunk egy jó kis húsgombócot. Szuper egyszerű. Darált sertéshús, 30 deka, megsózom, megborsozom. Ehhez is adok zöld fűszereket, ugyanúgy, mint hogy a leveshez, szóval mehet a zsája, de a bármi, amit szerettek, egy kis rozmarin, kakukkfű, majoranna, ami éppen van otthon, mindegyik jól fog állni ennek a dolognak, de legyen benne valami. Pici piros paprika is mehet hozzá. Jöhet bele egy kis fokhagyma is, mondjuk 2 gerezd, és az egésznek adunk egy jó kis masszást. Ehhez a káposztás, kolbászos leveshez elengedhetetlen egy kevés ropogós kenyér, szóval 2 bagettet félbevágunk, és bedobjuk a sütőbe 160 fokra pirulni. Közben a fűszeres darált húsból gombócokat formázunk, és beledobáljuk őket a levesünkbe. Már csak a habarás van hátra, egy kis tába tejfölt kanalazunk, rámerünk egy nagy merőkanálnyi levest, csomómentesen elkeverjük és visszaöntjük az egészet a lábasba, még egy utolsó rottyantás, és kész is van. Tálaláskor a levesre mehet még egy nagy kanál tejföl, a bagetteket átdörzsöljük fokhagymával, és már ehetjük is az egészet. Csináljátok meg ezt a levest akár még a szilveszteri buli előtt, hogy az új év első napján tuti ne éhezzetek. Na, szevasztok! A videót az Aldi támogatta. A karácsonyi receptek támogatója az Electrolux.